Sziasztok! Hoztam nektek a heti üzenetet az április 15-től 21-ig tartó időszakra. A kosoknak a remetét kaptuk, a kelyhek lovagját és a botok 9-est. A remete hét elején egyfajta visszavonulás mutat, az is lehet, hogy szabadságra mész, egy kicsit magaddal foglalkozol. A remete állapota a magunkba fordulás, amikor spirituálisan emelkedünk, magunkkal foglalkozunk. Az is lehet, hogy a párkapcsolat területén pozitív változás, ami felé tart, hiszen ha régóta egyedül vagy, a szerelem területén pozitív változások lesznek. Folyamatos tanulást mutat a kártya, egyfajta nyugalmi állapotot akár szerelemben, akár munkában szeretnél változtatni. A kártya azt üzeni neked, hogy légy türelemmel, mindent gondolj át, szembesülj azzal, hogy mi lehet változtatni, megfontoltan kell előrelépni, nem kell semmibe beleugrani. Egészség szempontjából is az energetikai rendszer, a tiszta gondolatok, ami előtérbe kerül, le kell csendesíteni az elménket, spirituális tevékenységekre. Nagyon jó ez az időszak a meditatív állapotra. Itt lelki egyensúly van, az energiák rendben vannak, akár szerelem, akár munka területén jó kilátások lehetnek, hiszen a kelyhek lovagja, látjuk, hogy vidám, ha párkapcsolatban vagy, és úgy érzed, hogy egy kicsit eltávolodtatok, itt az ideje annak, hogy kicsit közelebb kerüljetek egymáshoz, hiszen a kelyhek lovagja egy romantikus hangulatot feltételez. Ha volt konfrontáció, akkor ott a békekötés, a romantikus hangulat, hiszen látjuk, hogy az indián férfi is egy csokrot nyújt át, az is lehet, hogy tervezhettek együtt, egy békés, harmonikus időszak következik szerelem területén is, hiszen a víz az érzelmekkel analóg, az a férfi a naplementében van, jól érzi magát, kedveskedik, az is lehet, hogy bókokat kapsz, jó lehetőségeket, akár szerelem vagy munka területén lesz segítség, lehet hosszabb távra tervezni. A botok 9-es is azt üzeni neked, hogy most érdemes várni és türelmesnek lenni, hiszen megvalósíthatod a hosszú távú célokat, az álmaidat. Látjuk, hogy az a hölgy még ott áll a kerítés mögött, megfontolja a dolgokat, de még nem lép előre. Jó lehetőségek jöhetnek hozzád, akár munka, akár szerelem területén. Használd ki a jó lehetőségeket, ami hosszú távon stabilitást hoz számodra. A bikáknak kihúzott lapok, a botok apródja, a világ és az uralkodó. A botok tüzes lapok, lendületben leszel, tele energiával, új dolgok jöhetnek az életedbe. Egy új kihívás elé nézhetsz, kapsz egy remek ajánlatot, hiszen a botok apródja egy olyan fiatal személy, aki akár munkában, akár szerelemben megoldásokat hozhat neked. A világ egyfajta kiteljesedést jelent, hiszen a záró nagy arkánum a taróban, amikor elérted a célodat, bármilyen nehézséggel meg tudtál küzdeni. Látjuk, hogy kitágul a tér a középső tarólapon, itt minden elérhető számodra. Harmónia van, kiteljesedés ebben a lapban. Ha munkát keresel, egy kötetlen számodra megfelelő munka, akár külfölddel kapcsolatos, egyfajta kötetlenség, gazdagság, ami elérhető most számodra, egészség szempontjából is, ott van a gyógyulás, szerelem szempontjából is egy karmikus kapcsolat, ami azt üzeni neked, hogy bátran ugolj bele, meg kell élni mindent, hiszen ott vannak a sikerek. Az uralkodó mindezt támogatja, hiszen látjuk, hogy az az indián férfi, a törzsfőnök biztonságban ül, saját életét uralja. Az is lehet, hogy te vagy egy stabil ember, vagy a párod, akivel tudtok tervezni, kitartó vagy, meg tudod valósítani, amit szeretnél. Az uralkodó nő munkában egy magasabb pozíciót is jelenthet, a családban egy családfőt, saját vállalkozást, ami számodra megfelelő. Bármit is szeretnél elérni, lesz segítség, ott van a kiteljesedés, a biztonság, akár érzelmi, akár anyagi területen. Az ikreknek a botok 4-est húztam, a kelyhek királynőjét és a botok 3-ast. Csupa, tüzes időszak, lendületben leszel kívül, belül, ott van a boldogság, a botok tüzes lap, látjuk, hogy az első tarólapon is egy társaság van, élvezik az életet, megélik a pillanatot.
Bármilyen konfrontáció volt az életedben, munka, párkapcsolat területén, most ott van az egyensúly. A nyitottság, az is lehet, hogy társaságba mész, vagy ha munkát keresel, akkor olyan munka jön feléd, ahol az emberek pozitívak, jó a csapatmunka, a munkahelyi légkör, most kinyílsz a világra, és élvezed az életet, jó emberek lesznek körül. A kelyhek királynője, látjuk, hogy meditatív állapotban van, bármit meg tud teremteni magának, hiszen a korona csakrája körül ott vannak a fények. A hajó szimbóluma valaminek az elindulását jelenti, több lehetőség is lesz neked, hiszen látjuk, hogy a botok hármas lapján az a hölgy elindul, itt nincsenek félelmek, itt életigellés van, bízik magában ez a hölgy. A kelyhek királynője azt üzeni neked, hogy az érzelmeid magaslatán vagy, elvarázsolsz most mindenkit, ha párkapcsolatot keresel, akkor több lehetőség is lehet neked, hamari megvalósulással. A kártyáim azt üzenik neked, hogy bízz a megérzéseidben, használd az intuíciódat. Akár nyaralást, utazást is, költözést is jelenthet a kártya, hiszen a hajó szimbólumával valamit most elindíthatsz, amit szeretnél. A botok hármas, egy stabil alapot jelent neked, önállóságot, amikor optimista vagy, itt nincsenek félelmek. Ez a hölgy elégedett, és elindul az új élete felé. Több lehetőség is lehet, akár munkában, akár párkapcsolatban. Épp ideje, hogy beleugorja dolgokba. A kártyáim azt üzenik neked, hogy tartsd meg az energetikai szintedet, légy pozitív, optimista, használd ki a lehetőségeket. A rákoknak a kelyhek 10-est húztam, a főpapot és az érmék 8-ast. Hét elején az energiák rendben lesznek, a családban is béke van, az emberi kapcsolatok is kisimulnak, hiszen látjuk, hogy a kelyhek 10-es tarólapon egy család van, jól érzik magukat, itt öröm van, jó társaságban leszel, az érzelmek területén ott a harmónia. Sokatoknál a család alapítás gondolata is ott van, ami most maximálisan támogatva van. Az is lehet, hogy egy olyan munkát találsz, ahol családias környezetben harmónia van, egy jó csapatmunka, amikor az ember célba ért. A főpap azt üzeni neked, hogy védve vagy, használd az intuíciódat, hiszen egyfajta spiritualitással bír ez a lap, az is lehet, hogy te vagy, aki spirituális és tekintéllyel bír, akár egy tanító, egy mester, aki mindenért megdolgozott, akár egy szellemi vezető, aki megosztja a tudását másokkal. A szerelemben egyensúlyt látunk, egy komoly kapcsolatot, ha párkapcsolatot keresel, akkor ott egy karmikus kapcsolat. A munka területén is segítséget jelent, egy magasabb pozíciót, egy vezető szerepet. Most minden elérhető számodra. Egészség szempontjából a gyomorban lévő dolgokra, a hasra, az epére kell vigyázni. Ez a kártya azt üzeni neked, hogy használd a spirituális tudásodat, bármi elérhető számodra. Sokatoknál azt is jelentheti a kártya az érmék 8-assal, hogy valamilyen tanulásba belefogsz, vagy akár egy új munka, ami meghozza a gyümölcsét. Az érmék lassú lapok hosszú távon pozitív fordulatot mutatnak, akár egy új munka, akár egy új szerelem, itt fokozatos az előrehaladás, és ott vannak a sikerek. Az oroszlánoknak a kelyhek 6-ost húztam, a kelyhek 8-ast és az érmék 5-öst. Hét elején nosztalgikus hangulatban lehetsz, az is lehet, hogy találkozol a régi barátokkal, az ex-szel, vagy valaki segít neked, egy régi ismerős valamiben, akár a szerelemben, akár a munkában, ott van a fejlődés, az is lehet, hogy a múltból valaki felbukkan, akár egy ex, egy régi barát, aki által jó lehetőségek jöhetnek az életedbe, hiszen a kelyhek 8-as tarólapon is látjuk, hogy az a hölgy elindul valahová, vagy egy új munka, vagy egy szerelem, valamit maga mögött hagy. Elindul a szivárvány felé, az is lehet, hogy nehéz az elindulás, ismeretlen ez a terület számodra, hosszú utat kell megtenni, de ott van az új feladat, az új szerelem, az új munka, valami most megoldásra kerülhet. Az is lehet, hogy most szakítottál, egy kapcsolat végét is jelentheti, ami nehéz energiákkal jár, hiszen az érmék 5-ös állapota is mutatja, hogy itt valami hiány van, akár anyagi, akár lelki területen is megmutatkozhat. A kártyáim azt üzenik neked,
hogy a pénzre most oda kell figyelni, ha sok volt a kiadás, akkor itt a spórolás ideje. Az is lehet, hogy nehéznek találod ezt az utat, akár egy új munkát keresel, új párkapcsolatot, a kártyáim türelemre intenek, ha meghoztad a döntésedet, ha lassan is, de ott van az eredmény. Indulj el azon az úton a szivárvány felé, egy nehéz időszaknak vége, akár érzelmi, akár anyagi veszteség áll fenn, ott van a fejlődés. A szüzeknek a kardok királynőjét kaptuk, a botok királynőjét és a főpapnőt. Két udvari lapot is kaptunk, ami azt feltételezi, hogy megvan a magabiztosságod, el tudod érni a célodat, és lesz segítség mindenben. Az is lehet, hogy ebben az időszakban befolyásos emberekkel leszel körülvéve. Vagy ha munkát keresel, akkor egy magasabb pozíció, egy biztos munka, ami felé tartasz. A kardok királynője az éles eszével, az éberségével, a harmonikus kommunikációjával mindent el tud érni. Most kommunikatív időszakban leszel, a kártyáim azt üzenik neked, hogy kommunikálj higgadtan, de tartsd meg a távolságot mindenkitől. Az is lehet, hogy olyan munka felé tartasz, ahol a kommunikációddal, a tiszta gondolatokkal sok mindent elérhetsz. Hamari megvalósulást ígérnek a lapok, hiszen a botok királynője egy tüzes lap, már biztonságban van, dinamikus, önálló, tele tűzzel, energiával, tudja, hogy mit akar. Benne van a büszkeség, a motiváltság ebben a lapban, szakmai önállóságot is jelenthet a kártya, egy magasabb pozíciót, akár egy vállalkozást. Ebben a lapban benne van a vezetés, a kezdeményezés. A harmadik tarólapon látjuk, hogy a főpapnő intuitív állapotban van, szemei le vannak hunyva, valamit teremt. Ebben a lapban hatalmas spiritualitás van. Azt üzeni neked, hogy hallgass az intuíciódra, tiszta gondolatokkal mindent meg tudsz teremteni. Jó lehetőségek jöhetnek hozzád munka a párkapcsolat területén is, hiszen bármit meg tudsz teremteni magadnak, de át kell gondolni a dolgokat, nem muszáj azonnal dönteni. A hármas kapcsolatról van szó, a szerelemben, türelemre jött ez a kártya, várni kell, de időben mindenki fog tisztulni. Ez a kártya azt üzeni neked, hogy ott vannak a jó lehetőségek, viszont át kell gondolni mindent, az is lehet, hogy valaki titkol előtted valamit, vagy nem minden tiszta még számodra. Egészség tekintetében, a gyomortájékára, a nőgyógyászati problémákra kell fókuszálni, jönnek a jó lehetőségek, időben minden kiderül, dönts okosan. A mérlegeknek a kardok 9-est húztam, a kardok ászát és a kardok lovagját. A lapokban fejlődés van, a kardok a gondolatok, a kommunikáció kártyája. Ezen a héten a tiszta gondolatokon, a tiszta kommunikáció lesz a hangsúly. A kardok 9-es állapota egyfajta rezignáltságot mutat, félelmeket, aggodalmakat. Az is lehet, hogy nem tudsz aludni, valami nyomaszt téged, ebben a lapban ott vannak a félelmek. Az is lehet, hogy rossz híreket kaptál, vagy egyszerűen csak túl vagy terhelve. A kártyáim azt üzenik neked, hogy ragd le ezt a terhet, ne agyalj túl sokat, hiszen lesz rá megoldás. Az energetikai rendszerre most nagyon kell figyelni, hiszen a negatív gondolatok megjelennek a terünkben, ami hosszú távon negatívan hathat ránk. Hét közepe felé már az aggodalmak eltűnnek, hiszen a kardok ásza egy felemelkedést mutat, amikor valamit el tudsz indítani, egy kedvező lehetőség, vagy egy felismerés, vagy egy jó ötlet, ami felé tartasz. Bármilyen probléma volt az életedben, vagy konfliktus, vita, most tisztázásra lehet lehetőség, egyfajta megértésre jutsz, józanul meg tudod a problémát oldani. Ha párkapcsolatban voltak viták vagy munkahelyen, akkor is ott van a kibékülés, jó ötlet, ott vannak a megoldások. A kardok lovagja azt üzeni neked, hogy lesz segítséged, az is lehet, hogy egy levegősjegyű ember hozza neked a megoldást. A kártyáim azt üzenik neked, hogy kerüld a vitákat, ne menj bele semmilyen konfliktusba, ellenségeskedésbe, veszekedésbe, gondolkodj higgadtan, tisztán, megfelelő kommunikációval. Ha kritikát kapsz, vagy valamit kudarcként élsz meg, arra is lesz megoldás, a konfliktusok kisimulnak, akár munkában, akár szerelemben, ott a megújulás, amit a kardok ásza hoz neked. Valami most elindul. A skorpióknak a kardok 6-ost kaptuk, a kardok 4-est, és a kardok királyát.
Ezen a héten a harmonikus kommunikáción, a tiszta gondolatokon lesz a hangsúly, hiszen három kardoklapokat kaptunk. Az első tarólapon az elindulást látjuk, amikor az az indián hölgy az ismeretlen területekre evez, hiszen látjuk, hogy minden vagyonát, értékét feltette arra a csónakra, mindent maga mögött hagy és elindul. Az is lehet, hogy te is embereket, helyzeteket, munkát, szerelmet raktál magad mögé, ezt az időszakot gyászolod meg. Ott a változás, de az is lehet, hogy egy gondolatbéli változás, ami a fejedben megszületik, akár egy munka, egy szakma váltás, ebben a labban ott van a bizonytalanság, azt üzeni neked, hogy jól gondold át a dolgot, hiszen látjuk, hogy a kardok négyes állapota egyfajta megállást, bezárkózást mutat, az is lehet, hogy úgy érzed, hogy most tehetetlen vagy, nem indulnak a dolgok, de várd ki, ha a munkában van kényszerszünet, vagy a párkapcsolatban, tiszta gondolatokkal el tudod indítani a dolgokat. Az is lehet, hogy munkanélküli vagy, vagy most zártál le egy kapcsolatot, használd ezt az időszakot arra, hogy foglalkozz magaddal, hiszen látjuk, hogy az a hölgy és a középső tarólapon nyugalomban van, védelemben, hiszen megjelenik a kör szimbóluma, az is lehet, hogy betegségből való felgyógyulást jelenti a kártya, hiszen három kardoklapokat is kaptunk. A kártyáim azt üzenik neked, hogy meg lesz az aktivitásod, a tetterőd, az életedet tudod irányítani úgy, mint a kardok királya, tiszta gondolatokkal ott van a helyzet magaslatán, kezében a kart, amivel meg tudja védeni magát. Ha párkapcsolatot keresel, ha munkát, akkor is jó lehetőségek jöhetnek, a kártyáim azt üzenik neked, légy fejben, légy rugalmasabb. A nyilasoknak a botok ászát kaptuk, a botok lovagját, és az érmék királyát. Csupa, tüzes, lendületben leszel, kívül, belül, jól érzed magad, mindent meg tudsz valósítani. A botok ásza, maga az elindulás, az is lehet, hogy egy kedvező lehetőséget kapsz. Valamit el tudsz indítani. A kártyám azt üzeni neked, hogy nyugodtan vállalj kockázatot, hiszen ott van a pozitív végeredmény. Akár egy új, izgalmas találkozás, ha szerelmet keresel, egy jó lehetőség, akár anyagi, a munka területén is, amit az érmék királya biztosít. Lendületben leszel, az is lehet, hogy megtalálod azt a munkát, ami számodra a megfelelő, az is lehet, hogy egy tüzes jegyű ember hozza neked a jó lehetőségeket, hiszen az érmék királya, látjuk, hogy a kezében tartja az érmét, biztonságban van, megteremtette magának, amire vágyott, akár munka, akár szerelem, az érmék tartosságot mutatnak. Ez az ember élvezi az életet, megteremtette magának az anyagi stabilitást, következetes, kitartó, bármit el tud érni. Az is lehet, hogy munkában egy jó lehetőség, egy kiegészítő tevékenység, bővülés, bármi, amit most el tudsz indítani, hiszen a botok ásza mindenben támogat téged. Hamari megvalósulások, anyagi stabilitás. A bakkoknak az érmék 10-est húztam, az érmék 6-ost és az érmék 3-ast. Csupa érméklapok, tipikus bakk, ami a stabilitást hozza neked, anyagi, érzelmi területen itt egyensúly van. Az érmék 10-es tarólapján látjuk a boldog családot, stabilitás van, ott vannak az örömök, biztonságban vannak, külső, belső gazdagságot jelent a lap. Ha munkát keresel, ott a bőség, a megfelelő munka, egy biztos munkahely. Ha szerelmet keresel, párkapcsolatot keresel, ott vannak a sikerek. Az érmék 6-os tarólapon látjuk, hogy az energiák ki vannak egyenlítve, megfelelően működnek, az adás-kapás törvénye érvényesül. Az is lehet, ha munkát keresel, egy támogató, egy jó akaró, aki megjelenik, fogad el a jó lehetőséget, azt üzeni a kártyám. A szerelemben is itt van a kiegyenlített energia, az együttérzés, itt jól működnek a dolgok. Akár jutalom, prémium, egy magasabb fizetés, anyagi gyarapodás, nyeremények, ebben a labban benne van a szerencse. A kártyáim azt üzenik neked, hogy egy tanulás is jöhet neked az életedben, egy új sík, amivel bebiztosíthatod a jövődet. Remek időszak ez a tanulásra, sikeres vizsgát is mutathat a kártya, hiszen az érmék 3-as lapon látjuk, hogy az a férfi tanul. Megjelenik a könyv szimbóluma, gyarapítja a tudását, amit majd kamatoztathat a jövőben.
külső-belső gazdagság, stabilitás, ami látható. A kártyáim azt üzenik neked, érdemes most magadba fektetned, hiszen a tudásod által előbbre juthatsz a jövőben. A vízöntőknek a szeretőket húztam, a kardok hetest és a kardok apródját. Az első tarólapon látjuk, hogy az energiák kiegyenlítettek, megjelenik a víz, az érzelmek szimbóluma. A két ember most összeadja az energiáját, együtt mennek előre, akár párkapcsolatban, akár munkában, egy jó csapatmunka, ahol előre tudnak haladni az emberek. A szerelemben egy igaz szerelem, ha párkapcsolatot keresel, ha párkapcsolatod van, akkor is ott van az együttműködés, egy karmikus kapcsolat. A kártya azt üzeni neked, hogy fontos döntéseket kell majd hozni, hogyha munkát keresel, akár több lehetőség is lehet, jól meg kell fontolni a dolgot, nem kell most semmit elkapkodni. Egészség szempontjából a szívbéli problémák, a keringés, a vérnyomás, ami előtérbe lehet. Ha hármas kapcsolat állna fenn, sokatoknál döntést igényel majd. A kardok hetes tarólapja azt üzeni neked, ha hármas kapcsolatban vagy, akkor itt nehezített energiák lehetnek, az is lehet, hogy valami most kiderül, meg kell védeni magad. Negatív gondolatokat jelenthet a kártya, becsapást, a kártyáim azt üzenik, hogy vedd kezedbe az irányítást, hiszen a kardok apródja lapján is látjuk, hogy az a hölgy meg tudja védeni magát, megvan az energiája mindenhez. Az is lehet, hogy most konfrontáció, vagy valamilyen vita, amibe belekeveredhetsz, a kártyáim azt üzenik neked, hogy védd meg magad, tiszta kommunikációval, tiszta gondolatokkal, kerüld a veszekedést, a vitát, a konfrontációt. A halaknak kihúzott lapok, a diadalszekér, a botok hatos és az érmék királynője. Lendületben leszel tele tűzzel, energiával, jó lehetőségek jöhetnek most feléd, akár munkában, akár szerelemben, ott vannak a sikerek. Most valamit elindíthatsz. A kártyáim azt üzenik neked, hogy bele kell tenni az energiádat, hiszen látjuk, hogy az első tarólapon is, a kocsis, az indián férfi a saját életét vezeti. A diadalszekér akár egy utazást is jelenthet, tengeren túli utazást, költözést, új kocsi vásárlását. Most bármit elindíthatsz, megvan az energiád, az erőd, ott van a hamari megvalósulás, hiszen a botok hatos lapon is látjuk, hogy az a hölgy ünnepel, kiáll a fényre, megmutatja magát, akár párkapcsolat, akár költözés, munka, most valamit meg tudsz ünnepelni, mutasd meg magad, állj ki magadért. Az érmék királynője, aki te is lehetsz, egy határozott, aki az anyagi területen is biztonságot teremtett magának és a családjának. Csupa pozitív energiák, jó lehetőségek lehetnek most neked ezen a héten, ki kell használni, akár anyagi területen is. Plusz pénz, magasabb pozíció, bármi, ami az életedben most aktuális, mindent sikerre vihetsz. Megvan hozzá az energiád, indulj el, bármit is szeretnél. A siker garantált.